A Richter család immár 8. generációs artista dinasztia. 2018-ban a Monte Carlo-i Nemzetközi Cirkuszfesztiválon ifjabb Richter József feleségével együtt elnyerte a fődíjat, a cirkuszművészek Oscar-díjának számító aranybohócot. Szinte egész életemben erre a díjra készültünk, és ez egy hatalmas megtiszteltetés, hogy sikerült hazahoznunk az aranybohócdíjat, több mint 4000 ember előtt léptünk fel, illetve a monakói hercegi család is ugye ott volt, és egy 6-tagú szakmai zsűri ítélte nekünk az aranybohóc díjat, 3 különböző produkcióval léptünk fel, és hát hazahoztuk a cirkuszművészek Oscar-díját. A Richter család nevével fémjezett társulat mára már garancia arra, hogy Európa egyik legszínvonalasabb klasszikus cirkuszműsorát élvezheti a nagy érdemű. A jubileumi gálaműsor alkalmával izgalmas és látványos showműsorával készül a társulat. A Magyar Nemzeti Cirkusz a Magyarország legnagyobb és legszínvonalasabb utazó cirkusza. Ez szinte hagyomány, hogy mindig így április elején Nyíregyházán lépünk fel, és idén elhoztuk a 25 éves jubileumi gálaműsorunkat, ami azért különleges, mert vannak benne olyan fellépők, akik már szerepeltek itt Magyarországon, és nagy sikert arattak, őket visszahívtuk, és olyan produkciók is láthatóak, amik először láthatóak itt Magyarországon, és külön öröm számomra, hogy több remek magyar artistát is sikerült a jubileumunkra elcsábítani. Tehát minden idők egyik legizgalmasabb és leglátványosabb showműsorával készülünk. Újdonság, hogy az a Simet László is fellép, aki a londoni olimpia záró ünnepségén is szerepelt, vidéken pedig most először láthatják őt a nézők. László is az Astronauták a 10. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál Ezüst Piero díjas produkciójával érkeztek Nyíregyházára. A hamisítatlan cirkuszi hangulatot a Nemzeti Cirkusz 8-tagú fúvós zenekara teszi teljessé, akik a cirkusz megalakulása óta minden előadást élőben kísérnek, legyen szó bármilyen műfajról. A Magyar Nemzeti Cirkusz híres az állatos számairól, a mostani előadáson is láthatók afrikai elefántok, pupos tevék, zebrák és lovak. A Magyar Nemzeti Cirkusz köztudottan egy állatbarát cirkusz, és hosszú évek óta azon dolgozunk, hogy bebizonyítsuk, hogy a cirkuszban lehet jól is tartani az állatokat. Itt bárki, aki itt elsétál napközben a cirkusz mellett, láthatja, hogy hatalmas kifutókban vannak az elefántok, pupos tevék, tehát bárki megnézheti az állatokat, meg is etetheti őket, és azon dolgozunk, hogy bebizonyítsuk, hogy valóban a cirkuszban lehet jól is tartani az állatokat. Emiatt létrehoztunk egy külön oldalt is, ahol folyamatosan fényképeket, videókat töltünk fel az állatok mindennapjairól is.